Szúcsóban egy igen attraktív mandarin kert fogadócsarnokában járunk. Fönt a család neve, alatta a táblán a jó kívánságok tömkelege, és ebben a csarnokban illet elhelyezni a vendégeknek, látogatóknak az ajándékokat. Itt fogadta őket a házigazda. Nagyon kellemes női szalon a meghitt csendes beszélgetések helye. Itt teáztak, és itt sikerült kibeszélni a férjeket. Ez pedig a terem másik része, a hátsó része, a férfiak szalonja. Oké. Kertnek négy fontos eleme: a víz, a kő, a növény és a pagoda. Valóban nagyon attraktív a család szemefénye ez a nagy mészkő darab. Évszázadokon keresztül formálódik, mosódik ki valamelyik közeli tóban. Nagyon úgy néz ki, hogy vagy az 50 éves, vagy a 60 éves házassági évfordulóra készült el anyu. Ebből látszik, hogy mennyire visszaesett a turizmus. Lépten nyomon velünk akartak fényképezkedni. Na, összejött azért, csak összeállt. Igen, az egy okos ötlet. Na, kiderült, hogy az iménti fiatal pár az francia-kínai, és itt béreltek helyi autentikus ruhát, és így fényképezgetnek egymással, meg szerencsénkre akkor velünk is. Gyönyörű ez a belső kert, megint egészen más stílus. Hány és hány tíz évig kell nevelni, vagy talán még több is száz évig egy ilyen bonzájt. Gyönyörűséges. Szucsó a csatornák városa, Kína velencéje. A birodalom déli és északi részét összekötő grandiózus, több száz éves nagy csatorna is itt folyik keresztül, persze, hogy nem hagyhattuk ki a sétahajókázást. És utunk egyik kiemelkedő programja a Shanghai-Peking Super Express, vagy más néven Puskagolyó Express. Már a várócsarnok is inkább hasonlít egy repülőtéri terminálhoz, mint egy hagyományos vasúti váróteremhez. A két metropolisz közötti kereken 1300 kilométeres távolságot 4 óra alatt teszi meg. Persze aztán vannak munkás vonatok is, amelyek több helyen megállnak, ezeknek 6 óra is kell. Csúcssebessége 380 km per óra. A világ leghosszabb szuperexpresszét 3 év alatt építették, 2011-ben adták át. Naponta természetesen több vonat is indul, átlagosan 16 kocsival. 2019-ben több mint 200 millió utas szállított, és rentábilis a működése. Ugyanebben az évben 1,8 milliárd dollár profitot termelt.
Az árusok, a személygyűjtők, a kalauz, na és a rendőr rendszeresen végig sétál a kocsikban. Menetrend szerint érkezésünk Pekingbe 14 óra 5 perc. Valós érkezésünk, lásd csodát, minutumra ugyanannyi. A pekingi akrobata show világhírű. De miért?